Üdvözöljük kedves nézőinket a Kifőzte soron következő műsorán. Mai vendégem Huszár Tibor. Jó napot kívánok! Már alkottunk egyet mást. Most mit fogunk? Most egyáltalán főzni fogunk? Vagy inkább ez csak egy ilyen kémiai művelet? Fogunk főzni is, de javarésze azért kémia lesz. Egy káposztalevest fogunk készíteni, egy szférikus indikátorral, de ezt majd bemutatjuk. Lassan! Szférikus indikátor. Na, az micsoda? Tulajdonképpen az a lényege, begyorsítja a kémiai folyamatokat. Így van? Tehát lesz egy szférikus golyónk, ezt megvágjuk és átvesti a vendég előtt a levest. Tehát barba trükk, amit előre el kellett, hogy készítsünk, az a lila káposztával ellentétben fehér káposztából csináltunk egy fűszer kivonatot, ez lesz az alapja magának a levesnek. Így van? Így van. Azon kívül fogunk készíteni egy narancsos indikátort. És akkor most mindent magyarázzunk meg, hogy mit és miért. Az, hogy kivonatot készítettünk valaminek, meg a kiinduló mennyiséghez képest körülbelül egyharmadára, vagy még jobban visszaforralva, fűszerezve, egy mit nagyon redukálunk? Egy redukció. Így van, tehát egy nagyon intenzív, rövid levet kapunk magyarul. Ez itt található. És akkor, mi a következő kérdés? Mert látunk itt egy szép nagy lila káposztát, én ezt kézbe fogtam. Most ezzel, ebből hogy lesz az? Az úgy lesz belőle, hogy abból vágsz egy körülbelül 10 dekányi mennyiséget. Azért lényeg, ketté vágom először, hogy biztos, ami biztos. Savas közeg nélkül főtt az alap. Így tehát van. Így megpróbáljuk azt elérni, hogy egy ilyen kékes árnyalatú levet kapjunk majd. Pici só, pici cukor és pici őrölt kömény volt benne. Így van. És akkor ebből vágunk egy keveset, 10 dekát, hát ez 12,5 deka lett, maradhat, ahogy szokták kérdezni. De maradhat. És mire vágjam? Hát igazából én nagyobb szeletekre mehet. Nagyobb szeletekre vágjuk. Ja. Neki azért könnyű, mert az egészet ő találta ki. Szóval megvannak a nagyobb lila káposzta szeletkék. Igen, megvan ezt az alapon. Feltesszük főni. Mibe tesszük fel főni még egyszer? Abba a káposztás redukcióba. Ebbe a káposztás, de maradhat benne a káposzta maradhat is? Maradhat a káposzta. Ennek mi lesz a lényege? Ezt igazából le fogjuk szűrni, egy kristálytiszta folyadékot fogunk belőle kapni. Így van. Akkor tehetjük fel főn, igaz? Kicsit erősebbre lát, és tessék, elindult. Ehhez fogjuk készíteni a... az indikátort, amihez használunk majd narancslevet, ezt kálciumkloriddal fogjuk összekeverni. Hú, de csúnyán beszélsz. Kálciumkloriddal fogjuk összekeverni, igen? Így van. Ennek a lének tulajdonképpen egy külső burkot fogunk adni. Egy nátrium algináttal. Az alginát az egy ilyen tengeri barna moszatokból nyert anyag, ami hát ilyen gélképző folyadék tulajdonképpen. Így van, tehát magyarul egy kis zselés anyag lesz kívülről, ami által, ha én ezt el fogom úgymond vágni, vagy megsértem a külső borgot, akkor fog kilépni a kis tartálykájából. Nagyon jó. Hát azért fontos egyébként ez a két anyag, az alginát és a klorid, mert csak a két anyag reakciója fogja adni majd azt, hogy az zselés állag legyen. Nagyon jó. Akkor nézzük. Ehhez igazából megvan a narancslevünk. Ez lehet bármilyen. Frissen csavart, 100%-os, 12%-os, 5%-os, 7%-os. Lényeg az, hogy narancslé legyen. Ehhez tesszük hozzá a kloridot. Igen. És ezt elkavarjuk benne. Könnyen oldódik. Nagyon jó. És akkor. Ez kész. És utána ezt egy fecskendővel beleadagolom abba a szilikon formába. Ami nem más, mint egy nyalóka forma. Viszonylag kis változatban. És teljesen pupposra. Végülis ennek az ízét egyelőre csak a klorid, illetve a narancs adja. Így van. És hogy jön ez össze a káposztával? Jó kérdés. Igazából ugye a káposztának van egy enyhén savanykás íze. Íze, így van. Amit majd a narancs fog vinni tovább. Tehát egy kicsit élénkíti. Így van. Nem durva lesz, tehát nem egy ecet hatású. Hát ha ecettet csinálnak, mi is történne vele végül is? Hát akkor tulajdonképpen lelőnénk a poént. Így van. A főzésnél
átváltozna a színe. És ezt még ide tesszük, és utána ezzel mit fogunk? Ezt igazából most le kell fagyasztani. Fagyóba fogjuk tenni. Ez azért fontos ez a lépés, mert így egyforma lesz minden golyónk az adagolásnál. A másik fontos dolog, hogy savas közeggel az alginát nagyon nehezen reagál. Tehát inkább eloldódik benne, mint hogy burkot képezzen, viszont megfordítjuk a folyamatot. Az alginátos fürdőt majd megmelegítjük, és azt a fagyasztott golyót fogjuk beletenni, és ahogy leolvad rögtön az a külső kis réteg melyik a golyót, rész, igen? Úgy fogja befogni. Nagyon jó, akkor ezt majd mindjárt el is visszük. És akkor vannak itt egész érdekes dolgok. Üreg, pohár, lapos, nagy, mély, tányér, egyebek. Így van. Na a következő ugye az, hogy elkészítjük ezt a fürdőt. Jön egy fürdő. Vizes fürdőt fogunk készíteni. Így Sasper kb. Szemre. Hát ez körülbelül 1 liter víz. Az pontosan, igen. És mennyit teszünk bele? Az agart azt kimérjük. Az agart azt kimérjük. Mi is az az agar? Nátrium alginátot. Már azért mondom, mert az elő másról beszéltünk. Tehát tessék nézni, a szakács is átment patika mérlekbe. Annyi, hogy nem kapszulákat gyárt, bár azt is lehet gyártani, bombonokat is lehet gyártani. És közben fő a káposztánk is. És mindjárt meg lesz a kellemes, ízes lila színe, ami a levesnek a levét adja. Hoppa, tessék. Kinullázza magát? Ki. Na akkor is látom, hogy mennyi volt. 4-6. Okay. Mínuszba is, pluszba is. Nagyon jó. Ezt most hozzátesszük a vízhez. És ezzel a csúnya robotgéppel össze akarjuk egy kicsit mixelni. Botmixerrel össze fogom keverni. Már az aljér elnézést kérünk. Valami csörög még mindig. Két kanál, nem baj. Végülis ennek csomómentese kellene. De az is lesz belőle, addig fogjuk úgy is habosítani egy ilyen kicsit zavaros zselis víz jellege lesz az egésznek. Ez már inkább habos. Na még egy kicsit. Szedjük az oldaláról is. Bocsánat, hogy keresztbe nyúlok, de leszedem róla csak a mixer fejéről, mert szükségünk van rá, már ha egyszer kimértük. És már látszik, hogy egy zselés anyagot kaptunk belőle, pedig még csak vízhez adtuk. Fűzzük még tovább. Kiadta a színét? A színét már kiadta, megkóstolnánk azért. Hát színügyileg körülbelül, mint a... Hát szóval kék. Lilás kék. Ízre kellemes. És készen van. És akkor készen vagyunk, nincs más hátra, még ez lefagyjon. Így van. És akkor jövünk, tálalunk is. Magyarázzuk, hogy mit miért. Megfőtt káposztát, azt ígértük, hogy ezt leszűrjük, mert nem csak a levére van szükség. Úgyhogy két tál közé jeget, kicsit behűl a tál, és a jobb hűtés érdekében fémet használok. Hoppa, itt a káposzta leves. Ez egy igazi jó kis dózsa leves. Dózsás leves. Na, ennek körülbelül hány fokra kellene hűlnie? Azt azért azt mondjuk, hogy ezzel gyorsan kellene dolgozzunk. Így van. Igaz, mert mint ha felmelegszik. A következő az a fontos, hogy ezt megmelegítsük. Ezt megmelegítsük. Bzzz, akkor cseréljünk mikrót. Akarom mondani, dugajt. Mert ez ebben megmelegszik. Úgy. És már meg is van. És akkor melegszik. Szuper. Ez hűl, addig kavargatom, hadd hűljön szépen. Azt, ha meghűlt, akkor ebbe a mércébe körülbelül egy ilyen 30 millire lesz szükségünk.
Ez azért fontos, figyelj, mert... Figyelj, drága, 2 decis, 3 decis, 5 decis, 1 literes, 5 literes, 10 literes. Minden megy. Te is olyan vagy már, mint az ellenőrök. Bejössz, és akkor hopsz, 2 deci, 1 deci, fél deci. Ez ki van mérve előre? Úgy van kitalálva a leves? Így van. Az majd tálalásnál lesz fontos. Vákumot fogunk használni, és körülbelül azt a mennyiséget. Mi fogunk vákumozni géppel? Nem. Hanem hogy fogunk fővelvonással vákumozni. Fővelvonással fogunk. Mennyire legyen már jó. Ez még csak langyos se. Hát olyan 60 fok körül. Kell, hogy legyen. Akkor még kell hozzá 48 és fél. Azért megtette a hatását. Nem. Egy maghőmérővel megmérem. Jó lesz. Találunk egy kanalat, akkor... Jó, itt van előtted, drága. Káposztás? Ez káposztás. És már nem forró, pedig az előbb szűrtük és tűzforró volt. Na, körülbelül meg vagyunk. Szuper. Most van, akkor ebbe mérjek ki neked. Mennyit kell kimérni? 30 millit. Úristen, hogy kell tartani, hogy jó legyen? Ezt most tényleg úgy gondolod, hogy ezzel a kis kanállal, ebbe a nagyba én 30 millit. 10, 20, 28, 32. Ez 31 lett. Maradhat? Nem. Nem. Nem, mert nem úgy van számolva, igen. Értem én, na még ez mindig nem annyi. Figyelj, játszhatunk vele, hát ezzel nincs semmi gond. Na ez most 30. Szuper, ez így tökéletes. Ez lesz a leves, ez lesz az adag leves. Így van. Tehát engem ezért ketté lereszelnének, drága, ennyi levest adni. Tehát azért hivatalosan meg lehet nézni, hogy 30 milliliter. Még ha bemész a kocsmába, azt mondom, oké, de... Na, a meleg alginátos fürdőbe fogjuk beletenni ezeket a lefagyott narancsleves golyókat. És mivel fogjuk kiszedni gyorsan? Az maradhat majd benne? Majd egy kanállal. Kavargasd meg, mert egymáshoz fognak tapadni. Illetve érje mindenhol a fürdő. Ahogy ez a fagyos golyó elkezd leolvadni, úgy a két anyag reakciója fogja köré fonni azt a burkot. Tudunk is mutatni belőle. Ez körülbelül dobjuk bele mindent. Egy percig fog ázni. Dobjuk bele gyorsan mindent, és akkor... Hoppa! Ha rosszul nyúlsz hozzá, kipukkan. Ezt rád bízom, hallod? Ezt rád bízom. Ne én szúrjam el, hanem te. Szidd magad, tessék. Itt sem voltam. Csinálunk egy áztatós vizet. Áztató vizet. Tehát ez a lemosó lesz, úgy mondjuk. Így van. Tehetem bele? Megint eszembe jutott, ez mennyi egy kiló beton. Megolvadtak? Egy picit igen. Kisebbek. Hát azt például már én kis, el is rontottam. Úgyhogy rontsd a többit te. Tessék. Na, milyen az már? Készen van a galle. Mintha egy tojás sárgája lenne. De mégsem az. Narancs sárgája. Hoppa! És ebben az érdekes kis kúpos formából gömb lesz. Így van. Abban ne tegyünk egy kis jeget. Még valahol van, várjál. Ja, ez alatt van. Ó, még van. Nagyon jó, és akkor most mit fogunk csinálni? Tüzeskedünk, azt mondtad. Így van, most ki fogjuk tálalni. Ezeket itt hagyjuk ázni egy picit. Ne kovarcék, jó! 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jaj. Valaki nem eszik. Na, tálalásnál ezt a káposztalevet beleöntjük a tányérba. Igen. Akkor minek hozzá a másik pohárt? Mert majd abba. Majd abba lesz, mit csinál? Benne. Abba is fogunk valamit. Én már tudom, mit fogunk csinálni, úgyhogy én készültem. Na, a következő lépés, hogy hőelvonással elvonjuk a levegőt a pohárból. Magyarul elhasználjuk. Így van, a belső nyomás nagyobb lesz, mint a külső, és így megpróbál majd levegőt szívni, hogy kiegyenlítse, és így fogja majd a levest felszívni a pohárba. Ezt addig kell, míg el nem alszik a... A láng. A láng. Ha elalszik, akkor... Hoppá!
Fel is szívta. Amennyit felsz, többit töröljük? Amennyit, a többit megtöröljük, igen. Többit kiítatjuk. Igen, megtörtént egyszer, jön még egyszer. És ez minden egyes alkalommal ilyen macerás. Hát gondolod, egy 300 főt így beválasz. Jó vicc volt. Tessék. Na. Igen, és akkor most mit, hogy fogunk oda tenni? Adom neked egy másikat, ami tisztán. Aha, köszönöm. Igen. Ehhez teszünk majd mellé egy ilyen kis golyót. Jó, hogy rossz ránézni. Igen. Zutty. És akkor, a leves készen van. És akkor készen van a leves. Ez egy leves, kitálalva. Na, a következő lépésben, ami ugye lényeges, leveszem a poharat. Tehát amikor mi a vendég történni? Fogyasztani fogja, hát nyilván ki fog jönni a folyadék belőle. Így van. Nagyon kék jó. Kék folyadék, a sárga golyóban. Lehetne még közelebbről is adni? Mert csak akkor fogjuk kiszúrni. Hogy szokták mondani, ez a vendégnek a joga. Így most van. Mi vagyunk a vendégek, igen, és akkor mutassuk meg, hogyha... És ugye azt az indikátort, azt a savas közeget én most elvágtuk, megvágom benne. Elvágtuk, és akkor tessék nézni, hogy... És a levesnek a színe a vendég előtt át fog változni vörösre. Tehát a kékes, még egyszer mutatom, ebből a érdekes kékes léből az indikátor hatására lesz ez a úgymond lila káposzta szín. Szóval ez egy ötlet csak, amit mi itt elkészítettünk, ez egy variáció ilyen fél elvont embereknek. Az íze viszont higgyék el, hogy kellemes és finom. Ha kipróbálták, írják meg, milyen volt. Jó étvágyat, viszlát! Jó étvágyat!